Üdvözlök mindenkit! Bizony, ez itt a Skyrim nevű játéknak, hát ilyen végigjátszás szerűsége lenne, mondjuk kicsit azért érdekes dolog, hogy mit is jelent az a szó, hogy végigjátszás itt a Skyrimnál, tehát egy teljesen nyílt világú, saját sorsodat alakítható kis játékról beszélünk, ugye RPG játék, szerepjáték, és mivel szerintem ez itt copyrightos, ez a zene, ami megy a háttérben, még ha csak ilyen halkan is, de akkor is mindjárt tovább ugrunk ezeket törölni. Nem tudom. Nem sok tapasztalatom, de azért volt már a játékkal természetesen. Még nagyon régen. És... kezdjük is, hanem? Hát igen, a grafika az olyan, amilyen. így tudja vinni a gépem. Szóval ezt nem kell leszólni, az ott egy sárkány. Jó? Oké. Okay. Ez a videó most ugye kifejezetten hosszú lesz, legalábbis hosszúnak tervezem. És... Skyrim? Magyarosan Skyrim? A Skyrim sorozatomat szeretném kicsit ilyen naprakészen tartani, vagy naprakésznek tartani, szóval, hogy... ma kedd van, és a videó szerdán kerül fel, tehát mindig próbálok majd ilyen... aktuális dolgokat benne mesélni, és tartani ezt a... rendszerességet, hogy kedden... felveszem, vagy hétfőn, tehát hét elején, és szerdán megpróbálom majd publikálni mindig. Itt a jól ismert kezdőjelenet. Már itt is aranyosan interaktív, jelgére tudsz mozogni. És akkor az első dolog, ami így a kis életemet érinti, az az, hogy volt nekem egy trasztegerem, ilyen gamer-egérnek lett mondva igazából, de sosem tartottam nagyon annak. És tönkrement, és most akkor van egy ilyen Tesco-s Genius egerem, aminek ilyen jó hangos a kattogása. Tehát most ez egy ideig ilyen lesz, néhány videóban. Már rendeltem egy új egeret, a neve Ozon Radon 5K, nyugodtan utána lehet nézni. Hát nem olcsó, de... de az Ozonnal nagyon meg vagyok elégedve, tehát a felhallgatom és ugye Ozonetek. Meg az egérpadom is egy Ozon, itt tudom én, Ground Level XT talán azt hiszem. Tehát egy ilyen kicsit nagyobb egérpad, nagyon meg vagyok velük elégedve, és ezért előre is bizalmat szavazok az Ozon termékeinek. Na most akkor kicsit játszunk is. Ugye kiderül, hogy itt rabok vagyunk, és rögtön rájövünk, hogy nincsen testünk. Viszont visznek minket lefejezésre a városba. És ennek mi annyira nem örülünk, de most ez van. Egyébként megjátszhatnám Xbox controllerrel is, de annyira nem szimpi az ilyen belső nézetes. Hát úgy belső nézetes, hogy ilyen odafigyelgetés játékoknál, tehát ahol mindenre oda kell figyelni és sokat kell mozogni meg minden, ott annyira nem szimpi. Ilyen Inversionnél ilyeneknél elmegy. Saints Row 3-at is néha azzal szoktam szórakozni. Azok olyan Xbox sportjátékok, azoknál ugye elmegy nagyon. Itt ez nem feltétlenül olyan jó. Úgyhogy marad a kis kattingatós 600 DPS egér, júj! Most mit mondtam? De csúnya, na mindegy, így is alig van 30 FPS. És azért kezdtem el játszani ezzel a játékkal, nem tudom, mondtam-e már, mert hogy igazából néztem Szivasnak a sorozatát, és nagyon bejött a játék. Régebben már játszogattam az Oblivionnal is, ugye a Elder Scrolls 4-jel, ismerem a Morrowindet is. Az a 3 volt. És hát az 5-ben nem fektettem olyan sok energiát, nem játszottam velük annyit, mint a korábbiakkal. Tehát ebből összesen egy óra, másfél óra játékélmény van. Ilyen első kis minibosszokat legyőztem, meg első kis fejtörőket megoldottam. Újjúj, megállunk. Állj meg, ló! Na azért. Let's go. És ha van esetleg ötletetek, hogy milyen játékkal játszok, nyugodtan írjátok meg a komment szekcióba, ott lent. Empire loves their damn lists.
Bizony. Jarl of Windhelm. It has been an honor, Jarl Ulfric. Baelof of Riverwood. What the hell? No, I'm not a rebel. You can't do this. Halt! Ja, jó termek tűnik, aha, elfutni. Puff. Wait. You there. Step forward. Na igen, és akkor mi legyen a nevünk? Who are you? Are you? Who are you? És nagyon szépen nézünk ki. Hogy nézzünk ki igazából? Nem tudom, olyan normális karakterre gondoltam igazából, tehát most miért nézek ki úgy, mint egy űrlény? Miért nézek ki úgy, mint egy macska? Hát eddig ez tűnik a normális, tök meg a nordik, vagy nord. Ez a beszívott ürlény. Ez a sötét ürlény. Hát... nem. Absolutely slim, 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 blablabla. Seems legit. Maradjunk az alap nordnál, mennyi a macska? Nézzünk egy padit. Jó lesz a férfi. Esetleg vannak ilyen... előre elkészítettek. Szerintem a full alap karakter az teljesen jó lesz. És én nézek ilyen hülyén. Igaz, nem fog senki kiröhögni miatta. De... azért mégiscsak. Jó, van ilyen kigyúrt karcsi. Oké, arany középút körülbelül. Fej, hát... ez már nagyon Bruce Willis, nem? Vagy nem ő néz ki így? Mit tudom én? Nem nézek filmeket. Ez jó lesz. És milyen jó, majd beállítom magamnak egész életemre, hogy mennyire leszek koszos. Akkor kicsit. Oké, biztos. Meg a sebesülések. Ez jó lesz. Na, ilyen hülyeségeket miért fessek magamra? Pff. Jó, nem kell nekem ilyen hülyeség az arcomra szerintem. Színe nincsen. Hát most ilyenekben nem fogok nagyon belemenni, ez teljesen jól néz ki ez a karakter. Most mit hülyéskedjek még vele? Szóval a színe az még esetleg. Nem tudom, zoomolni sem nagyon tudok. Aha. Jól néz ki. Kicsit sokat gépezett. Ez gondolom sima barna. Jó lesz. Ez mi ez? Ja, eyebrow. Jó. Jó lesz az alapszáj. Jó lesz. Hajacska. Na nézzünk hajacskát. Szerintem egyébként onnan is jó a full alap, az olyan harcos embernek tűnik. Van kettő is azt a... nem tudom, milyen hosszabb hajacskát szeretnék, mert az... igen, ahogy mondtam, olyan kicsit ilyen harcosabb. Itt, amit láttam, ez jó lesz. Az volt az talán, ugye? Aha. Ah, na itt aztán van választék. Én túlságosan nagyot nem szeretnék. Jó lesz. És akkor még szín is van, hát nem tudom, a nord emberek azok olyan szőkék, nem? Azok az északiak, ilyen szőke kék herceg, szőke haj, kék szem. Szőke hercegek. Gyere, szőke herceg, az enyém vagy. Jó, majd jó lesz ez, megy a ruhádhoz. És akkor majd a nevecskémet azt... ha? Na, mi legyen a neve? Valamilyen valós név kéne. És valamilyen
ilyen nordik, nem tudom, a Christianson. Christianson. Nem tudom. Akkor ilyen, milyen ilyen északi nevek vannak még? Most azt teszem, hogy Ibrahimovics, de az annyira nem északi. Nem tudom, esetleg Jürgen. De jó, hogy ezzel megy el egyébként az idő, hogy így gondolkodom. Paulsen. Egyen. Hát így, egyesszel. Paulsen. Az jó lesz. Hello. You picked a bad time to come home to Skyrim, kinsman. Kusasz. Akkor jövök ide, amikor akarok. What should we do? He's not on the list. Forget the list. He goes to the block. My orders, captain. Kit érdekel, hogy így sőt adisten, ha bár itt van, legalább halljon meg. Oké, followolom. Ezt már tudok mozogni, nem? Még a gép is. Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero. But a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. Királygyilkos. Pártütő. You started this war, plunged Skyrim into chaos, and now the Empire is going to put you down and restore the peace. Szóval ő itt a Bangbanból Petúr. Csak mondjuk nem Petúr volt a pártütő, de mindegy. Keresi a bajt. Give them their last rites. As we commend your souls to Aetherius. Blessings of the eight divines upon you. For the love of Talos, shut up and let's get this over. As you wish. Addig körbenézik kicsit. Jó, persze majd nézni fogjuk, hogy lefejezzük. Hello! My ancestors are smiling at me, Imperials. Can you say the same? Platy. Nem tartott sokáig. You imperial bastards! Justice! Death to the storm folks! As fearless in death as it was in life. Se hogy látom, ilyen 5 pont egyszerűség lenne legalábbis egy 2 pont egy azért. Fejhallgatom miatt van. Igen, így bal fülembe hallom, így meg jobb fülembe hallom, tök jó. Paci. Ez a kosarat még kisebb cserélték. Juhé, ott az Ender Dragon. Nem néz ki rosszul. Ez a Skarlokkal menjetek ellen, légy szíves. Ó, tényleg nem állítottam ezért irányítást. Megyünk. Csak közben. Oké. Okay. Kontrollz, szóval. Sprintelni én shift-tel akarok. Mi a különbség a sprint meg a run között? Na mindegy, majd megnézzük. Jó, a többi az azt hiszem jó. Jó, itt tudok futni. Által meg pont, hogy sétálok. Na, engedj már be!
Na. Legends don't burn down villages. De ronda így a ház, na mindegy. We need to move now. Up through the tower. Menni kell tovább. Pedig én ezt a bögrét el akartam vinni. Nézd, megelőzlek. Jaj. Oh, hello. Jó, csak nem fáj nekem. Na, parkour Péter bevetése. Sosem van életem is. Életsávom meg. Mi ez még? Ilyen stamina sávom is. Jaj! Hello! Há, vagyok utánad! Na? Ez egy nagyon jó búvaj, amit itt találtál, tehát hogy... Oké. Okay. General Tullius! Na, menjünk! Hát a dragon! Meg simiszetlek? Simi. Látjátok, legközelebb, nem fából építitek fel az egész várost. Mert jönnek a sárkányok, akkor felégetik. Lehet ez a játék igazából hülyen ábrázolja azt, hogy a középkorban miért gyulladt ki teljes London. Nem londoni tűz volt az, hanem jöttek a sárkányok, azt felgyújtották az egészet, na? Közben történet. Enter the keep. Erre kell menni? Erre. Ez mondjuk kicsit érdekes játék, hogy minden ajtó kinyitásnál ugye betölti az új területet. Tehát, jó, értem, hogy ez úgy praktikusabb volt a géphez, amit a gépnek, hogy nem kell mindent egyszerre betöltve tartani, hanem csak így az ajtóknál, de akkor is azért. Na, szedd le. Köszönöm. Ja, hogy ő mondja, hogy lopjak el mindent, oké. Okay. Hát fatál annyira, nem? Vödör, koponya. Chest empty. Aha, azért. Mit már pár érdekes dolog. És ez még, ami nagyon megfogta a Skyrimba, hogy igazából inkább szerintem a minőségre megy, mint a minőség. Ugye, mint mondta, inkább a mennyiségre megy, mint a minőségre, tehát nagyon jó, sok ilyen, tehát látjátok, már az első szóval vagyok, és már találtam mindenféle kardot, mindenféle itókát, fatálat, fakanalat, és most nézzük, mi van ebben a ládikóba. Mindjárt megnézem, csak ténylegesen, igen. És nézzétek, már találtam egy ruhát, még egy kardot, már egy harmadikat, csizmát, kulcsot. És akkor egyből... ja, tab. Items, és akkor egyből fel tudom magamat szerelni, így. Hát nem ilyen hülyeségkel magamra. Hanem így ezek. És akkor már találtam magamnak. Bort, meg ilyen altóbort. Vuty! És blokkolni is tudok, de jó. És egy oldalról beléd szúrom. Nekem is van kulcsom. Beszéljek veled? Most nem fontos, jó? Tegyük a dolgunkat. És egyébként vannak ilyen elrejtett kis aranyosságok is, tehát hogy mész, aztán itt van a sarokban egy chest, vagy valami, amit fel tudsz venni. Úgy van, oké, én is meghúztam, te is húzd meg még egyszer, kezi. Na ezt jó mellé csaptam. Már le is ment a staminám, oké? Okay? Ilyen kis gyenge ütéseket tudok csak így csinálni. Szép volt. És egyből tudom is őket kifosztani.
Még az elején elviszek mindent, hogy látjátok, hogy egyből összehasonlítja az éppen felszerelt, vagyis a legjobb ugyanilyen kategóriájú felszerelése, tehát ez a cipő egyen rossz, mint a mostani. Mert egyet csak rontana az összességen, kesztyű viszont 6-ot javítana, és itt látjátok, hogy mennyi súlyt tudok magammal cipelni, illetve mennyi pénzem van, mennyi az életem. Úgyhogy még az elején mindent elviszek. Nem nagyon lesz értelme. Később. Seprű. Jó, van nálatok minden hülyeség, látom. Egyből meg is nézem, hogy esetleg valami jobbat. Ez plusz 12-t tud. És akkor látjátok, hogy itt például a bal és jobb kezembe külön tudok cuccot tenni, de összvis csak 18, mennyi 17-et adnak. Ez viszont így egymagába 20-at. Viszont ez csak egy kézre tudom természetesen, mert azért ilyen kétkezes. És hát, értitek, ez kétkezes cucc, és nem tudok a másik kezembe tenni semmit. Na nézzük, mi javítana. Ez javít. A többi csak ront. És most már ilyen valami jó kis csapkodósom van. Lámpás. Na, már valami érdekesség, hogy jöjjön. Persze zárd el az utat. Még egy kis szoba, még egy kis kifosztandó dolgok. Jó, hát te nem bírtad sokáig. Paf. Ügyes voltam? Mindegy, majd őket úgyis el tudom később dobálni. Na nézzük. Potion, itóka. Vödör annyira nem fontos. Show. Ez mindig jó. Ez ilyen kis mana visszatöltő. Esetleg valami kaja, nincsen. És ilyen, nézzétek, ilyen hülyeségeket el lehet tenni, hogy... az egy dolog, hogy a tálakat, de... Hú, kenyér. Ez például mi? Gyertya. Kürtből készült gyertya. Vagy tülk, vagy mi az. Ó, potétó. Kilöpjük a potétót is. Nyúlhús elvisszük. Megnyúzunk itt mindent. Még valami innen jöttünk, persze. A hordókat is át kell persze kutatni, jó, tele van jó sok cucca. Ja, vödör, nem viszem el. Van menne répa. Semmi. Meg legalább egyből jelző, hogyha valami üres. Potion, show. Nem tudom, mire jó a show, valaki írja már meg, de minden játékban fontos a show. Oké, mehetünk. Meg nyugodtan írjátok meg, hogy szeretnétek ezt inkább látni, tehát hogy felvagdossabb 15 perces jelenetekre, vagy jó lesz ez így, vagy hosszúlagul. Ó, te meg mit elektrolizáltak egy jabocs? Nem is belé kell csapnom. Te most akkor velünk vagy? Ja, velünk vagy, jó van, szóljál meg. Ó, egy könyv. És akkor van benne ez a jó kis fizika. Ta-ta-ta-ta-ta. Meg el is lehet őket olvasni. Lehet ezeket elolvasgatom, mert nem tűnnek hülyeségnek. Csak azért mégis kicsit hosszúak. Nem, de elviszem. Ezt is. Lockpick, ugye ez majd a zárfeltöréshez lesz jó. Hogy haladjunk sorba. Egy de szép vagy, el lehet vinni. Ezt nézem, van-e bent valami érdekesség, amiért megérnék kinyitni.
Don't bother with that. Ah, mindegy. Lost the key. Kinyitjuk, és akkor az egérrel mozgathatjuk ezt. A zárfeltörőt, az AD-vel pedig a magát az állat. Mage mi annál? Jó van. Az igen. Csak már mindjárt közben betelek. Ja, ott nincsen semmi. Itt egy pajzs. Ó, egy könyv. Na, elviszük. Ó, lopja, ezeket nem is láttam. Még egy könyv. Ez az első része az előzőnek. Na hát, srácok, szerintem mehetünk. Nem látok itt nagyon semmi érdekeset, ott már van valami. Hát 13 coin. Bómél biztos hasznos. Jó, akkor már kinyitom a legelsőt is. Ez egyből eltalálom. Nem vagyok ám semmi. De persze az üres. Mondtam nektek, hogy üres. Kérdezzétek, hogy még hogy tartott magánál 7 arany az egy csontváz. Tehát értem, hogy miután elkapták, azért elvették minden értékét, de ugye a haláláig mellette maradt 5 arany. Az nem rossz. Nem diszfély, mert én még fosztogatok. Na, nyomjuk, nyomjuk. Where in Oblivion are we supposed to go? Where's the way out? Just give me a minute. Oh, sziasztok. Jaj, ne esd le a vízbe, nekem kellettek majd, jó? Na és itt van az a pillanat, hogy már túl sok cucc van nálam, és az azt jelenti, hogy ilyen nagy tempóba tudok haladni. Hey, hát ez mi volt? Ja, te velem vagy, jó. És akkor most fogjuk is, ami esetleg ilyen fölösleges cucc, ezt kidobjuk. De melyiküknél volt akkor? Mindegy. Melyiküknél volt az íj? Szóval ez keveset ér, úgyhogy ezt droppoljuk is. Nem itt dobjunk ki. Ez elég nehéz, de sokat ér. Oké, és innen is kidobhatunk ilyen hülyeségeket, tehát ilyen cipellők már nem kellenek. Még maradhat, sokat ér. Jaj, már van egy shieldem igazából, oké. Jó, egyből kevesebb dolog van nálunk. Most akkor enemy vagy? Nem. Velünk vagy, és nem adsz nekem ilyat? Gyertek ide azonnal? Nincsen cipellőm, most látom. Kidobtam volna az összes cipellőmet. Ez mindig jó.
Igen, kidobtam a cipelőmet véletlen. Ez jó. Mi, akkor még öltözködöm egy kicsit. Azt mondja, hogy items. Nézzük a weaponsnél, most kettő ilyen longobovon van úgyis, úgyhogy egyik az nem kell. Kidobunk egy ilyet is. Ezt meg felveszem inkább, és akkor gyíjászkodunk egy kicsit. Ha, jó, hát akkor megyünk tovább. Ja, hogy az szakadt be, oké. Nem is akartunk volna visszamenni. Aranyocska. Ajaj. Jó, akkor lentebb kell céloznom, oké. Megköpködj! Ez illetlen dolog leköpni a másikat. Jöjjöjj! Na, vagytok? Még nem, oké. Mi van nálatok? Ami potion. Szerűség. Nálad is van. Mindenkinél van ez, biztos valami vére, vagy mit tudom én. Skeever tail. Nem tudom mi, de annyira nem. De nem mindig elviszem. Mégiscsak több, mint a semmi. Társam meg már közben fogalmam sincs, hol jár, de ő nagyon ráérős. Ez mi ez itt? Borocska. Pénzecske. Kocsi. Puff. Iron helmet. Ezt még ugye fel is rakom magamra. Nem tudom felrakni a parel. Aha. Aj, de nagyon királyon nézek ki. Jó, ugye egy medve. Hello! Jó, nem bírtad sokáig. És megint tele vagyok, meg kidobunk egy ilyen... tucat ilyet. Ebből valamit. Egy ilyet. Egyet, yes. Na, jump. Itt valami érdekes nincsen. Ah, nincsen semmi érdekes. Ah, és itt a Szent Királyat. Mi? Szent Királyat? Miért volt a fejemben benne az, hogy Szent Király? Itt van a Szent Kiállat, és közben visszanéztem, mert a társamat sehol nem lelem. Visszanézek, és nem lelem társamat a barlangba, de már itt is van persze, mert megvártam, jól van. Na? Nothing for it but to keep moving. Looks like he's gone for good this time. But I don't think we should stick around to see if he comes back.
Megyünk, beszélünk Alvorral Riverwoodban. Erre? Mutasd az utat. Ne nézz rám, mutasd az utat. Közben addig beszéltetlek. Ja, jó, nem kell, hogy beszéltessenek. Menjünk. Oké, nem kell hálálkodni. Tudom, hogy nagyon nagy arc vagyok. És nem viszek virágot. Hagyjál már, nem megyek én a császár szolgálatába. Muszáj. Fussunk. Te mit mutatsz? Oké, Riverwood azért még mindig erre van. És itt az első mérföldkő a játékban, ahol el kell dönteni azt, hogy milyen szerepet akarunk magunknak tulajdonítani. Toll vagy Mage vagy Warrior. Hát nem tudom, én szerintem maradok a sima Warriornál. Tehát ez a... gyorsan halad, de csendes és nem sebez olyan sokat, de ha igen, akkor kritikusat. Ez ugye a természet erejét használja. Ez pedig a sima harcos. Minden combat skill-t 20%-kal gyorsabban tanulok. Négy skill-eket tanulom gyorsabban. Ez pedig a lopakodó skill-eket. Hát akkor maradjunk a harcosnál. Elfogadjuk az égi jelet. Ez pont olyan, mint a Minecraft-ban az a beacon block, vagy micsoda. Nem? De szerintem is. Na menjünk. Most már úgy... csak a semmiből végig is kit érdekel, most már egy ultra király isteni csávó vagyok. De menjünk tovább, mert beszélni kell valakivel a városba. Beszélni kell valakivel a városban. Na menjünk. Jaj. Közben dumáltál hozzám, látom. Jó van, amíg nem csatlakoztunk a nemzeti gárdához, vagy mi az, addig még el kéne kerülni a bajt. Én elkerülem, oké. Na, merre, srác? Ah, ti mik vagytok? Csúnya farkász kutyák. A nyilakat visszavenném. Na, érj meg! Így beloptátok. Na, itt vagy, oké. Okay. De nem szoktál volna, hogy vigyázz, kutyák! Már majdnem folyófánál vagyunk. Á, itt van folyófa. Elég biztonságos helynek tűnik, hogy mindenhol farkas kutyák rohangálnak. Hello, stok! Mizu! Én vagyok itt az új srác, mit csinálsz? Nagyon érdekes. Ó, egy kakas, hello. Te ki vagy, te vagy Sven. Régen volt egy ilyen mobilos játékos Sven. Use workbench. Hello, Alvor. Hadvar azt mondta, hogy segíthetnél. Hogy honnan ismerem? Segített megszökni a börtönből. I doubt he'd be mixed up with the likes of you. Egy sárgány megtámadta Helgent, és lerombolta, és együtt szöktünk meg. Hú, micsoda, el sem hiszem. Jó van, ő is látta a sárkányt. Az egy sárkány volt bizony. What's this world coming to? First the war. Közben meg nem állna. Trouble loves company, they say. The Jarl needs to know if there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. Jó, hát melyik az a város, amelyik egyáltalán fel tud készülni egy sárkány elleni védekezésre? If you'll do that for me, I'll be in your debt. Jó, a katonákat kéne szereznem. Felszerelésed van? Like I said,
I'm glad to help in any way I can. Help yourself to whatever you need. Within reason. Ó! Nem hagyja el tudok venni mindent. Lockpick az mindig jó. Hát akkor mindjárt teszek mindent. Először tényleg azokat, amik fontosak. Iron ingatlan. Ez meg annyira talán nem. Hagyjál már, ha mindent el tudok tenni. Persze ez az ez a gyűrű nekem biztos nagyon sokat fog segíteni, de azért megpróbálkozunk elvinni. Jó. Ez nem kell. Oké. 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 Hát elég hülye vagy, fiam, hogy ennyi minden hülyeséget ide adsz nekem. Szia! Segítsek esetleg? Ó! Oh. Igen. How about you smith me an iron dagger? Here's everything you need to make one. Go ahead. Egy iron daggert craftolják magamnak? Ah, oh, közben beteltem. Workbench is. Aha, jó. Tehát ezzel tudom magamat. Vagy se tudom a cuccaimat fejleszteni. Improvolom az iron helmetemet. Sigrid will get you something to eat. You can craftoljuk meg. Gondolom megcraftoltam. Szépként tudok menni így külső nézetbe is, de belsőben mégis az igazi. Na, hol kell megcraftolnom ezt a daggert? Ezzel is ugye improvolni tudom a cuccaimat. Melyik az, amelyik őt so... Ah, ez damol sokat, jó. Improvolom. Ja. Remélem azért vissza fel tudtam venni, de mindjárt megnézzük, hogy a sipkám az hogy áll. Rajtam van és már 17-et tudok én. És a weaponoknél is sosem 21-et tud, király! Csak majd valamimet ki kell, hogy dobjam. Iron boots. Nem terveztem elvinni. Ez mit tud? Az állati cuccokat tudnám rendes ilyen bőrét csinálni. Hát ezt elviszem. Ugye már ellopok mindent. Úgy se látja senki. Na, create weapons, azt mondja. És akkor mondta nekem, hogy csináljak egy valamit. Egy daggert mondott, nem? Vannak ilyen aktív küldetések, nem? Nézzük csak. Escape. És akkor quest. Craft an iron dagger. Craftoljunk egy iron daggert. Király. És meg oda viszem Alvornak, és akkor még miket lehet itt craftolni. Nem sok mindent, mert nincsen rá már. Aha, persze nincsen. Nincsen alapanyagom. De nagyon szép dolgokat lehet azért craftolni. Nem rossz, nem rossz. Na, és keressük meg azt a hülye gyereket, aztán adjuk oda, amit kell neki. Csak hova futottál be te közbe? Hol vagy Alvor, vagy kicsoda? Gela, káposzta. Nem tudom ellopni, nem már. Gondolom, hogy itt laksz bent, ha már egyszer ez a... ez aha. Alvor és Sigrid háza, vagy Alvir. Tehát ha egyszer ez a kovács ház, akkor itt kéne laknod. Sigrid, we have company. Hello. Take what you need, my friend. Hoztam neked a dekeredet. Not bad, but it's a little dull. How about you sharpen it up? Just need a bit of metal and the grindstone over there. Jó, még meg kell edzenem. Használhatom? Jó, oké. If you have the skill.
The grindstone will improve your weapons. Ja, most megtanítaná igazából kraftolni. Meg használni ezeket az eszközöket, amik ott vannak a kovácsnál. Jó, mit gondolsz a háborúról? Lassan fogok haladni, csak mondom előre. But was it worth tearing Skyrim apart and maybe destroying the empire? No. Ulfric was. Szóval itt valami háború zajlik a Skyrim világában, és ez nem sok embernek tetszik. Mondja valamit Riverwoodról. We first settled here as woodcutters a few generations ago. She and Hod run the mill. I make a decent living sharpening axes. Fixing the sawmill. Na jó, hát te elvagytok így a városba. Hagyjál békén, Hadvar. Hogy ki voltál te? Siegfried is itt volt. Szóval most sárperelni kell egy kicsit. Jaj, mire odaérek, Istenem. Meg keresek valami kereskedőt, akinek el tudok adni dolgokat esetleg. Te az előbb még nem bent voltál? Ja, most meg kell edzeni ezt a Iron Dagger-t. Kivel beszéltem bent az előbb? Nem, nem ez az áborra? Tessék. Kraftoljak ledőrt. How about you make some armor? Let's start by tanning some leather on the rack. The finest weapons and. Na, végre már valami kereskedéses dolog. Remélem megveszel tőlem ilyen hülyeségeket is igazából, tehát. Úgy tűnik. Na nézzük. Ilyenem van. És akkor ott látjátok, hogy 609 goldja van, tehát nem adhatok el neki mindent. Csupán azt, amit meg tud venni, amit még bír pénzzel. Jó, ez maradhat nálam, ez meg most úgyis kell a questekhez. Egyet eladok. Na, végre már van egy kis pénzem, figyelitek. Csak miért léptem ki innen? Ez annyira nem értékes nekem talán. Iron ingot, hát eladom neki, ezt közben tőle loptam. Jaj, van Iron ingotom, meg Steel ingotom, viszont ez a király. Oké. Okay. Tehát akkor valamit kéne itt craftolnom. Ah, van ledöröm. Jaj, de jó, fel van építve ez a játék, nem igaz. Azért küldte rám azt a kettő darab farkas kutyát, hogy leölöm, akkor kapok belőlük ilyen Wolf Pet cuccot. És akkor tudok magamnak ledölt craftolni majd itt esetleg. Hú, de jó ez azt a. Na, odaadom neked a bört. És csináljuk most egy helmetet? Let's see if you can make a hide helmet. Here's the rest of what you need. Oké. Hogy hol kell helmetet? What you need, my friend. I could forge you a warhammer that would crush it. Looking to protect yourself or deal some damage. Hogy kell helmetet csinálni, mert azt ott úgy lemaradtam. Hát nem tudom, ezeket a ledőröket is akkor backcraftolom ilyen cuccát.
Okay. Whatever. Azt mondja, csináljak helmetet, de hol? Vezess oda. Ja, én kérek elnézést, hogy a bird cuccot azt itt kell csinálni. Most a... Ajajajajaj. Nem kellett volna becraftolnom mindenemet. Nem tudok valakitől ledört venni? Take a look. Nálad mi van? De miért Linoi? The finest weapons and armor. Miscellaneous. Ah, jó van. És akkor miatt az bennem kell kettőt, köszönöm. Oké. Okay. De megnézem, mi van még nálad esetleg ilyen. Azt az a hunting bow, huha. Többet damage-el. Pickaxe. Jó van, van nálad pár hasznosnak tűnő dolog. Akkor gyorsan craftoljuk is meg. Hide helmet kell, ugye? Jó, tudom, hogy király csávó vagyok. És meg kell edzeni a workbench-en. You have talent. Keep working at your craft, and you'll be a fine smith one day. Why don't you keep that dagger and helmet? Maybe you'll remember me when you're making Skyforge steel, huh? Na, hát elég jó fej vagy, köszönöm szépen, hogy nekem adod. Na most el is adom neked szerintem, mert nincs rájuk szükségem igazából. Nézzük, pulszönnél mi van. Hát nem ér sokat, de azért odaadom neked vissza. 21-et, de a mol ez pedig 6-ot. És akkor nézzük nálad mi van. Ez 8-at. A 8-at damul, igen. Van olyan, ami esetleg ilyen 21-nél többet tud? Na, egy 20-as, de hát ez nem ér annyit. Jöhet ennyi pénzért, nem kell igazából. Veszek egy ilyen hunting boat szerintem. Oké. Okay. Én meg odaadom neki az én régimet. A long boat. És akkor felrakom magamra az új bovomat. Jaj, de jó! Hunting boy is most már 16-ot damolok végre. Na, akkor most beszéltek veled rendesen. Mit tudsz mondani? Jarlról. He rules Whiterun Hold. A good man, perhaps a bit overcautious, but these are dangerous times. So far he's managed to stay out of the war. I'm afraid it can't last though. Kinek a pártján áll? Who can blame him? But I've no doubt he'll prove loyal to the Empire in the end. No traitor. Of course, Skyrim has always been part of them. Szóval ez a csávó Alvor is királypárti, mármint ilyen császárpárti. But Nords have never been fair weather friends. Jó, ez nem érdekel, hogy jöttek ki el Whiterunba. Cross the river and then head north. You'll see it just past the falls. When you get to Whiterun, just keep going up. When you get to the top of the hill, you're at Dragon's Reach, the Jarl's Palace. Jó, köszönöm. Jó, csak a teljesség miatt. Ó! Nem tudom, ki ez a támor. It's from that treaty that ended the Great War, remember? When the Emperor was forced by the Talmor to outlaw Talos worship. We didn't pay much attention to it when I was a boy.
Everyone still had their little shrine to Talos. Mert az élettörténeted nem nagyon érdekel. Köszönöm szépen, szia! Hello! Jött ide csak betörni tudnék, most ezt felségesen nem keresem a bajt, répát megesszük. Majd eltesszük, azt meg később megesszük, már finom lesz biztosan. Ah, a Riverwoodi kereskedő. Hello! No! No adventures, no theatrics, no thief chick! Elnézést! I don't know what you over... yeah, we did have a bit of a break. We still have... Hát nem betörtek ide, aztán kicsit fel van zaklatva. Lucane Valerius. An ornament, solid gold in the shape of a dragon's claw. Ah, ezt szopták el tőle? Na, visszahozom neked. Good? I've got some coin coming in from my last shipment. It's yours if you bring my claw back. Ah, simán visszahozom neked. The sooner you find the claw, the sooner our lot. Some may call this junk. Me, I call them treasures. Na nézzük, miket adogatsz. Faszén. Az igen. Ennek van ára. De jó sok pénze van. 796. A lockpick az mindig jól jön. Papír. Könyvet is árul jó párat. Na, de azért tudnak ezek a könyvek. Nem is olyan hülyeségek. De most miért lépték ki, mikor a foodra mentem? Potato. Egész jó dolgokat árulsz. Potion. Nagyon drágák, most nincsen igazából szükségem még potionre, még nagyon harcolni sem kellett. Amulett. Hát nem nagyon terveztem nálad igazából vásárolni. De ha már itt járok, megnézem, hogy mit tudok eladni. Van ametisztem. Hát nincs rá nagyon szükségem. Iron ingot. Hát... Az maradhat. Maradhatnak. Könyveim vannak, hát nem érnek semmit. De majd elolvasgatom őket. Tessék. Fúdom, az meg van bőven, azt nem terveztem eladni. Pókserem is van egy pár. 12 jó, nem ér semmit. Na ez viszont már ér valamit, de ezt meg nem adom el neked. Csak azért sem. Ezt a gyűrűt szintet fel tudom venni? Majd mindjárt megnézzük. Csak nézzük, hogy spellbookokat is árul. Ja, a spellbooks az a books, oké. Okay. Nem rosszak, tehát ezek ilyen mégis buffok. So this is your plan, Lucan? Hello. Leafall Sparrow is just outside of town. I can show you. Oh really? Well, I think your new helper here. Ez mit tudok lopkodni is. Nézzük, van valami hasznosabb? Hello. Én itt sem jártam. Szóval most millió egy küldetést vállaltam ezek fölöslegesen. De nézzük akkor a... Majd megnézem az elsőt, csak még először szétnézek itt, hogy hátra van valami hasznos. Hát ha még sok-sok fölösleges küldetést fel tudok venni. Sven. Hozzád meg be tudnék közbe törni. Hát ilyen kocsmáros vagy itt, úgy látom. I cook. Ain't much else to tell. Here, take a look at this. Some of the Jarl's men came by and left this bounty letter. Valakit el kéne kapnom? Mhm. Jó. Looking to blow yourself up? I hear that's what magic does to you.
There's a college in Winterhold that teaches. Jó, ez is ugyanoda küld engem. Tanuljak magicet. Be a lot safer just to have the Jarl's wizard teach you a thing or two. Jó, nem akarok többet. Delfin, szép név. Na jó, van még arra valami, de... Mit csinálsz itt, lovacska? Na, mi vagy te? Ja, nem is lovacska vagy. Csak egy nagyon ült kutya, és tudok vele beszélni. És ugat, hát meg leül. Köszönöm. Na, nézzük akkor, az aktív küldetésem az... Az lesz, hogy... Kill the bandit leader. Nézzük meg, hogy... Merre van az a bandit leader. De nem igazán látom. Tehát most én bejelöltem azt magamnak, nem? Na, be tudom kapcsolni végig is mindegyiket. Jó, akkor legyen a... Az első először ezt a bandit leadert akartam igazából. Megölni. Aha. Jó, hát ez van a legközelebb, ez a... Retrieve Golden Claw. Ez meg egyből oda dobol, én vagyok, tök jó. Set destination. Tehát akkor majd átmegyek a folyón, és el kell indulnom felfele szépen a hegyre. Elő tudom menni, meg el tudom tenni, jó? Futi-futizunk. Ugye most nézek abba az irányba, jó. Oké, először menjünk ide. Ezt még úgyse fedeztük fel, nem tudom merre kell menni, úgyhogy elindulok mondjuk erre. Van is egy kis utacska, ha ez az lenne. Ha nem kifejezettem. Jó, mondjuk Skyrimban nincsen lehetetlen, tehát hegymászó alapoktatásban is részt vettem. Na. Köszönöm. Mennyire van máshol az a hely? Ezt meg kell kerülnem ezt a nagy sziklát, és akkor menni tovább egyenesen. Esetleg erre. Jó, ez már játéknak is sok. Hát de mondjuk ez a felfele vezető út. Jó. Bleak Force Barrow, kész is van. Egész szép kis építmény. Most már akkor a Custom Destination az... Remove it. Jobban is bele lehetne zoomolni igazából, de... Jó, a lényeget látom, tehát majd ott lesz fent. Ooh.
Jaj. Nem igazi ellövök fölötted. Na, itt vagy. Jó. És már fölöslegesen nem viszek el mindent. Honnan lövöl? Nem semmi érdekes, szép a táj. Á, ott vagy. Jó, ezt meg fel is kapom magamra. Valamit, valamit elloptam, ami, ami jobb nekem. És a ringet még fel tudom menni? Nem ide, ide. Jaj, de jól nézek ki. Itt is van a küldetésünk, látszik. Kop, kop. És szerintem akkor a mai rész az annyi lesz, hogy megszerzem ezt a kis cókmókot, aztán visszaviszem a városba, és mindenki boldog lesz majd. Remélem, az még belefér az időmbe. Jó, most már tudom, hogy ez a Skeever, ez a farkaskutya. Hát nem nagyon akartál megtámadni. Van értéke, az a lényeg. Na, ezek már hogy nem találnak ezt? Hova? Hova vonulsz már hátra? Na végre. Vannak kinyitható dolgok? Jó van, ó, király. Ó, jól van, király. Vannak itt azért kisebb értékek. Esetleg erre? Nem nagyon. Jó helyen éltek itt, ne mondja ki, tele van döglött kutyákkal a hely. Meg úgy a szellőzés is megvan oldva. Favágó balta. Nincs is annál jobb. Tök jó jelentés, kis katakombák vannak ide építve. Nem tudom, kinek volt ez jó. Hely, de van HP-d neked, te aztán. Na jó, itt az idő kardozni.
Mármint ilyennek kell csapkodni. Köszöntem, jó harc volt, én is élveztem, fákja. És itt az első logikai fejtörő, amire még emlékszem is. Amire nem tudtam rájönni. Kígyó. Delfin. Mi esett ki onnan? Hát még egy kígyó. Hogy is kell akkor? Akkor viszont... kígyó, kígyó, delfin. Igen, jó. Elsőre még nagyon beleéltem magam, hogy rájöttem utána, és hát megnéztem videón, hogy úgy kell, hogy akkor kígyó, valami kiesett onnan, egy kígyó, delfin, és akkor gondoltam kígyó, 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 de nem. Csak vissza kellett csinálni az eredetit. Nem tudom, mik ezekben nem viszem el. Könyvecske. Ó. Soul Gem. Jaj, szia. Plöty, plöty, plöty. Hello. Scroll of Fireball. Hú, de nem az dolgok vannak itt ezt. Nem tudom szétcsapni véletlen. Ajaj. Uha. Egy kicsit ijászkodok. Az mínusz 2. Az mínusz 5. Jajjajjajjajj. Effektív pók vagy. Urna. Spider egg. Ezek szerint a pókuk ilyen, és farkaskutyánkat tesznek, jó, egészségükre, addig én rugdosom a földön. Meg emberkéket is. Volt náluk egy lockpick, oké. Okay. Jaj, szia. Hogy kéne, szét kell, hogy csapkodjalak, mi? Oké. Okay. Yes, the claw. I know how it works. The claw, the markings, the door and the hall of stories. I know how they all fit together. Help me down and I'll show you. You won't believe the power the Nords have hidden there. Azonnal a tüte. Jó van, akkor szétszedlek. Véletlen se sebezzelek meg. Ilyen kis karddal csapkodlak szét. Király. És vissza kell szerezni a Golden Cloud-t. Add vissza, add vissza, add vissza, add vissza! De most az elfut.
Igazából nem figyeltem, mit mondott, de nagyon úgy néz ki, hogy elfut. Ó, köcsögök? Nem. Nem akarok leülni, miért ülnék le? Ja, szerintem ez elfutott. Azonnal gyere vissza, te. Tájparaszt. Ó, mi volt már ez, te? Hát te meg ki vagy? Mi van ma ilyen? Hullafesztivál? Brutality. To its maximum. És igazából ezeket kb. Mind átkutathatnám, de nem hiszem, hogy erre nekem most időm és kedvem lenne. De azért megcsinálom. Jó, ennyi volt, fogjuk fel, ennyi volt. Fogjuk rá. Ja, van egy 21-esem is, persze. Jó, ne csapkodjál már. Hát, na, itt is van. De persze, hülye lennék én itt megállni. Jó, kicsit megcsaptak. Új, na végre valaki tudja, hogyan kell ezekkel bánni. Megyek utána, panasz, mindjárt szétcsaplak. Imádom az ilyen erős ellenfeleket. Azt mondja, hogy food. Berépázok kicsit. Jó, fogjuk rá, jobban vagyok. Milyen jó ezt az utat még visszafele is megtenni. Ládikó? Ja. Prima. Nem? Erre, jó. Te mi vagy? Világító mushroom. Troll koponya. Nem tudom, milyen jó a világító komba, de jól néz ki. Ah, kijöttem. Akkor ezek szerint ez a csávó csak elfutott, nem? De mindegy, mert a cuccot azt nem vitte el magával, mert az nálam van. Nézzük itt. Gondolom ugyanoda jövök vissza. Nem.
Szerintem másik hely. Bizony másik hely. Bleak Falls Sanctum. Mindjárt szintet lépek. Nem tudom, mire jó a szintlépés, de... majd tuti jó lesz. Ja, hát ez egy full idegen hely. Valami érdekesség, igen. Potion of Resist. Ezért nem akarok annyira erőset csapni, teljesen levigye a staminámat, de hát jó, ha így akarja a játék. Még széttett kinder tojás. Ki volt az? Ki nevetett ki? Megcsapom az arcát. Nagy újabb logikai játék, de szeretjük az ilyet. Nézzük, csak abból tudunk gazdálkodni, amink van. De sok mindent nem látok. Mik vannak még? Bagoly, medve. Pillangó. Akkor nézzük úgy, hogy fordítva, tehát pillangó, bagoly, medve. Jaj, Istenem. Akkor van még egy olyan ötletem, hogy medve, pillangó, bagoly. Hát akkor meg mi szerint kéne? Most játszok végig mindent akkor. Nem hiszem, hogy ugyanazokat kéne rakni. Ez meg már volt. Akkor most mi jusson az ember eszébe? Ez már volt ugye? A medve pillangó bagoly. Jaj, na, elkezdek akkor most lapon matekozni. Azt mondja, hogy van nekem olyan, hogy bagoly, pillangó, medve. Olyan van akkor, hogy BPM, BMP. Aztán a végén úgyis azok kiderülni, hogy ugyanolyanra kell lenniük, vagy mit tudom én.
B, B, M, B, M, B, M, B, B, M, B, B. Na, haladjunk akkor sorba. Ugye ebben vannak fordítottak is, úgyhogy... Jó. Akkor bagoly, medve, pillangó. Ez ugye nem volt jó, hogy ki is úszhatjuk szerintem. Következő az, hogy medve, pillangó, bagoly. Jó, megoldottam a feladatot, az a lényeg. Nem tudom most ez milyen logika alapján jött ki. Esetleg valami érdekesség itt van? Itt ilyen sírok vannak. Vagy mi ez, koporsó. Pokorsó. Egy ilyet is elhasználok már végre. Stamina, stamina, stamina. Madájkák. Igen, és erre emlékszem még, hogy ezt a részt megcsináltam. Még így single player játszadozásnál is. Word of power, Lord. Force, unrelenting force. Jaj, szióka. Van egy ilyen kis miniboss. 8-at damol, 11-et. Ó, ez rodázik. Na nézzél rám ilyen csúnyán. Fosz rodázik, oda néz. Jújj, hagyd békém. Ez fosz rodázni akart. Dragonstone. Ó, Dragonstone-omat elraktam. Elraktam, csak a súlyban nagyon nem jelezte nekem. Chest. Ja, mert megint menj. Hát van itt azért pár dolog. Jó, túl sok hülyeséget vettem fel, oké. Mit dobjak el? Pont 300-nál járok, tehát akkor ezeket inkább vissza ki. Nem is tudom, mik ezek, nem mindegy. Lebegjenek csak. Jó, akkor ezt a miniboss terén tisztjük, nem volt ilyen túl nagy fáradozás. Takarodót fújunk. Hol kell innen kimenni? Nagyon remélem nem kell visszamenni az egészen, de gyanítom nem, de nem ér ez a játék, hogy visszavezényelne engem az elejére. Pedig most úgy tűnik. Ó, oh, egy chest. Ouch. Jó, megérte benézni ide. Most komoly tiplizek vissza az egészen. Bár volt egy havas kijárat, ugye arra emlékszünk. Ez annyira nagyon nem volt messze. De az elég genyóság, hogy vissza kell mennem az egészen. Jó, hát itt kijárat nincsen, azt tisztán látszik. De nagyon hosszú ez a rész, azt rohadt élet. Na, bőven egy óra felett járunk szerintem.
Ja, na lesz ez kettő is. Szóval egy ilyen havas jelenetig kéne majd eljutnom. Ez a rész már ismerős. Jó, hát azt mutatja, hogy egyébként is erre kell mennem, úgyhogy tuti jó irányba jöttem. És most elvileg kint vagyok a... Igen, itt hát megyek, akkor vissza ki kell jutnom a havas részre. Így bizony. És mutatni kéne nekem az utat most már ennek a cuccnak. Nem tudom, ha lemegyek itt, akkor hova jutok. Ó, csak egy csász ez a közök szerint végig ki kell nyomulnom az egész épületen. Aj, ez egy álom lesz. Először erre megyek. Vagyis hát erről jöttem, az az érzésem támadt. Igen. Pedig azt hittem, hogy az is egy kijárat, de nem. Nagyon fosok már attól, hogy betelek. Igen, erre már jártam. Jó, most jöttem rá, hogy ez egy pressure plate. Kis csalások. Jó, itt a giant poke. Ő a poke király, király, király. Ő a poke király, király, király. Pirály. Ő a pirály. A pók pirály. Itt voltak a kutyik, akiket szétcsaptam. Igen, itt jöttem be. Itt van az összeveszett kígyó, kígyó, kígyó.
Király, pont a jó irányba értem. Erre egyébként szerintem elnézhettem volna, mert talán még ott nem voltam. Na mindegy. Nem, vissza kell mennem, kalandoznom kell. Biztos lesz ott valami kincs. Valami mini kincs. Hi, kincs, már voltam erre. Elég gyenge ez a stamina bar, tehát így nagyon hamar kimerül. Jaj, de király vagyok. Most akkor valahogy vissza le kell jutni a városba. Azt mondja, egy custom destination-t nyomok. Jaj. Teljesen ki kell menni. Na nézzük. De... Így. Fast travelünk, persze. Ha már létezik, akkor most kihasználjuk. Akinek kell visszaadnom ezt a cuccot? Mi a kereskedősrácnak? Hello, meghoztam a koponyádat. Jó, elteszem, bocsi. Show those thieves not to steal from... You found it! There it is! Strange. It seems smaller than I remember. Funny thing, huh? Nem, mit kapok? I'm gonna put this back where it belongs. I'll never forget this. You've done a great thing for me and my sister. Adj érte valamit! 400 arany, köszönöm. És azt mondja, level up. Stamina. Köszönöm. Vagy még tudom a staminát, vagy mi? Have? Ja, azt kettőt tudtam ezek szerint. És hú, mennyi mindent tudok. Azt. Te tudok vagy alchemistet? Vagy Haglinget. Mi az, hogy novice locks? Ja, aha, jó. Vagy ilyet növelek. Az az, hogy valami drágában tudom eladni a cuccokat, vagy valami ilyesmi. Ez a pickpocketing az ugye az, hogy a... Vagy mi ez? Lockpicking. Hogy a novice-okat egyből fel tudom kb. Törni. Ezt nem akarom. Ó, hogy egyből így tudom őket nézegetni. Jó. Oké, ez jó lesz. 20%-a nagyobb damage. Király, ez nagyon fasza lesz. Jó. Na, kicsit még shoppingolok esetleg nálad, meg eladok dolgokat, aztán vége is ennek a mega giga hosszú résznek. Hunting bow az 9-et csinál. Az 13-et, jó. Jó. Megnézem, mit tudok egyáltalán feltenni. Kis koronát magamra. A helmet helyett teszi fel. Ezt is a helmet helyett teszi fel. Nyaklánc, jó.
Még eladom szerintem, mert mit csinálok most egy nyakláncsal, úgy őszintén. Oké, ez mehet. You and me. Oh, a bit of this and a bit of that. Hát, nincs rá szükségem. Erre végkét nincs. Nincs kettőre szükségem. Ezek még jól jöhetnek. Jó. Gyűrű se kell. És ez se. Ezeket eladtam. Potionöket nem adok el, azok mindig jól jönnek. Scroll of Fireball, ezek is jól jönnek mindig. Foodot majd veszek magamnak. Könyveket nem adogatok el. Na nézzünk foodot. Hú, 1600 pénzem van, az egész jó. Jó, ingredients. Ezeket én adtam el neki. És akkor book, na nézzük most állam book. Neki ilyen életre visszahívó nem kell. Az armort növel. Ez jó. De is armort növel. Nem igazán. Ez jónak tűnik. Ez is jó. Kis segítség. Hát akkor már ezeket is megveszem, mit tudom én. Ametiszt faszén, nem, ilyenekre nagyon nincsen szükségem. Jó, vettem volna magamnak valami a fegyvert is, de egyébként nagyon nincsen nála, és elköltöttem az összes pénzemet. Úgyhogy tökéletes rész befejezés. Fú, de nagyon hosszú volt ez a rész, szerintem maradok az ilyen félórás epizódoknál, majd inkább feldarabolom őket. De ezt így egybele fogom nyomni, akármilyen hosszú is legyen. Két órás résznél ez 12 giga nekem. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a nagyon jó kis hosszú videót. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen írjátok meg kommentbe, meg írjatok mindent, amit akartok. Sziasztok!